napot kívánok minden kedves tévénézőnek! Önök a Borsodi Regionális Televízió körzeti híradóját látják, amely minden csütörtökön 16 órakor jelentkezik. Főbb híreink következnek. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő nyilatkozott a gyermekéhezésről. Én úgy látom, hogy amikor az ellenzék nem tud egy problémára megoldásokat találni, és most gondolok itt a bevándorlásra, migráns válságra, mert nincs olyan véleménye róla, amit konkrétan meg tud fogalmazni, hogy mit kellene tenni, akkor mindig előhúz a zsebéből valami fortélyosságot, és akkor szeretné elterelni ennek a fontosságáról a figyelmet. Ilyen például a gyermekszegénység vagy a gyermekéhség. Én eléggé álságos dolognak tartom azt, hogy azok az ellenzéki pártok, akik két cikluson keresztül kormányon voltak, és tulajdonképpen nagyon keveset tettek az idő alatt a gyermekéhség és a gyermekszegénység ellen, hiszen azt tudjuk azért, hogy 2010 előtt, amikor még a szocialista kormányzat volt, és utána Fidesz 2010-ben átvette, hogy mit örököltünk. Egy nagyon nehéz gazdasági örökség volt, ugyanis az infláció az egekbe szökött, az államadóság nagyon magas volt, a gazdasági növekedés az mínusz 7%-on állt, tehát valóban egy rossz gazdasági helyzetet vettünk át. Szeretném hangsúlyozni, és ezért tartom álságosnak, hogy annyit, mint amit a Fidesz kormány tett az elmúlt 25 évben a gyermekszegénység ellen, soha egyetlen párt az elmúlt 25 esztendőben nem tett még ekkorát. Nyugodtan mondhatom azt is, hogy ma Magyarország egy olyan egyedülálló ország, ahol a gyermekeknek tulajdonképpen a 90%-a óvodás kortól, azaz 3 éves kortól már naponta 4-szer állami pénzen kap enni, tehát nem éhezhet szüleinek az anyagi helyzetétől függetlenül sem. 2010 előtt valószínűleg nem volt a gyermekéhezés példátlan, és éppen ezért tűzte ki a kormány nagyon határozottan célul azt, hogy minden rászoruló gyermeknek ingyen kell, hogy étkezést biztosítsanak. És azért én szeretném ezt összegszerűségében is megvilágítani, mert azért a számok azok adatok, tények, és azok beszélnek. Tehát 2010 előtt és 10-ben is egy 28 milliárd forintnyi összeg állt erre a célra rendelkezésre. A mai napon ott tartunk, hogy gyermekétkeztetésre 72 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy 2010 előtt kb. 90 ezer gyermek részesülhetett ebben a szolgáltatásban, most pedig szeptember 1-től már 320 ezer gyermek kap ingyen étkeztetést. És nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, ez a most megjelenő kormányrendeletben már szerepel, hogy a gyermekek további étkeztetésére még 4,5 milliárd forintot fordít a kormány, és azt tudni kell, hogy ez a 4,5 milliárd forint már azt az időszakot is magában fogja ölelni, amikor a gyermekek nem járnak iskolába, tehát a téli, az őszi és a nyári szünetben is kötelezően kell majd életbe lépni 2016. január 1-től. Az önkormányzatok egy kötelező feladat lesz, hogy a szünidőben is a rászoruló gyermekek azok tudjanak étkezni. És én azt gondolom, hogy ez az összeg, mivel a kormány biztosítja, nem fog terhet jelenteni az önkormányzatok számára. Az önkormányzatoknak az lesz a feladata, hogy a biztosított pénzösszegből minden gyermek részére a gyermek étkeztetést tudják biztosítani. Tehát könnyű beszélni, de én úgy gondolom, hogy a kormány 2010 óta nem csak beszél, hanem tesz és cselekszik az ellen, hogy minden gyermek, tehát még egyszer mondom, minden gyermek az étkeztetésben helyet kapjon, és ne legyen Magyarországon gyermekéhezés. Na szia, majd jövök. Nem tudom mikor. Szeretné gyorsabban intézni ügyeit? Ezt szolgálják a megújuló kormányablakok az ország több mint 200 helyszínén. Lakcímkártyáját akár percek alatt készhez kaphatja. A magyar reformok működnek. Gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés. Sikeresen szerepeltek a kazincbarcikai és az edelényi tankerület intézményei.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt TÁMOP 3.1.4 C14-2015 kódszámú innovatív iskolák fejlesztése második ütem pályázati konstrukcióban sikeresen szerepeltek a kazincbarcikai és az edelényi tankerület intézményei. Mit lehet tudni ennek a hátteréről? Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az esélyegyenlőtlenség csökkentésére és a pedagógiai módszerek megújítására írta ki ezt a pályázatot azoknak az iskoláknak, akik az országos kompetencia mérésben alul teljesítette. Tudni kell, hogy Edelényben 2300 tanulóban 80%-uk hátrányos helyzetű. Főleg ezek az intézmények, bár igen magas a pedagógiai érték, a hozzáadott érték, mégis a kompetencia mérésben alul teljesítenek ezek az iskolák. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja az volt, hogy ezeket mérsékelje. Mi volt a támogatásnak a célja? A támogatásnak a célja, hogy a pedagógiai módszerekben a pedagógusok megújuljanak, sokszínű programokat kínáltunk a gyermekeknek, ez a programok májustól október 31-ig valósultak meg, tehát nyári szünidőben sem pihentek a pedagógus kollégáim, hanem dolgoztak, segítve ezzel az esélyegyenlőtlenség mérséklését. Ezeknek a pályázati programoknak mi volt a célja? Hát a célja nagyon sok színű volt, a felzárkóztatás elősegítése, a családi életre nevelés, ökotáborok voltak, nyelvi táborok, informatikai fejlesztések voltak, és számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy a szülőkkel való kapcsolattartásnak az erősítése. Azt tudnunk kell, hogy gyakorlatilag az iskola csak akkor sikeres, hogyha mind a résztvevője egy hangon van, a szülő, a tanuló, a pedagógus, és gyakorlatilag ezt szolgálta ez a program. Nagyon sikeresek voltunk, mert az kazincbarcikai tankerületből 7 intézmény, az edelényi intézmények közül pedig 8 vett részt a programban, és mindösszesen egy 205 millió forintot nyertünk. Milyen programok valósultak meg a pályázat keretében? A tanulók számára a legkedvesebb program volt, ahogy visszahallottam, az ökotáborok voltak, illetve olyan előadókat hívtunk, akik példaként szolgálhatnak a gyerekek előtt. Ilyen volt például Karamell, Katus Attila. Ezek a programok nagyon nagy sikerrel szerepeltek az iskolákban. Hogyan értékeli a megvalósult programokat, illetve a jövőt tekintve milyen eredményeket várnak még? Az oktatás az egy olyan ágazat, ahol az eredmények nem azonnal jelentkeznek, de mindenféleképpen sikeresnek tekinthetjük ezt a programot. Ha más nem, a pedagógusoknak az érzékenyítése, a magatartása a problémás gyermekekhez, illetve a szülők bevonása az iskolai életben. Azt tapasztaljuk, hogy akiket a nyáron a programokba bevontunk, azok sokkal szívesebben vesznek részt szülői értekezleteken, fogadó órákon, illetve jelen vannak az iskolai életében, igyekeznek segíteni az iskolai munkát. A tanulók vonatkozásában ezek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem jutottak volna el táborokba, színházba, illetve neves előadókat nem biztos, hogy láthattak volna. Mi határozta meg a programok összeállítását? Elsősorban ugye a pályázati kiírás határozta meg, illetve a terület és sajátosságok, amit a pedagógusok nagy mértékben figyelembe vette, valahol a pályaorientáció, az egészséges életmódra nevelés, illetve a munkaerőpiaci helyzetnek való megfelelés került előtérben, még más helyen a nyelvi képzés, tehát minden iskola saját maga döntött a pályázati kiírásban, hogy melyiket részesíti előnyben, mit tekint prioritásnak, természetesen ismerve a pedagógus, a szülői és a tanulói hátteret. Az edelényi térség az egyik legelmaradottabb térség, mégis hatékonyan valósult meg. Ez a program hogyan lehetett ez, illetve kik vettek részt ebben, és mit lehet tudni a továbbfejlesztéséről, a továbbfejlődéséről?
Hát örömmel tájékoztatom, hogy az árok pályázatok kapcsán állandó meghívottja vagyok az Edelényi és a Kazincbarcikai járásban az járási esélyi egyenlőségi programnak a kidolgozásában. Ebben részt vesznek a szociális, az egészségügyi ágazatok, az önkormányzatok, a roma nemzetiségi önkormányzatok képviselői is, illetve folyamatosan tájékoztatjuk a két járásnak, vagy a választókörzetnek az országgyűlési képviselőit is. Az országgyűlési képviselők azok folyamatosan a segítségünkre vannak, és az itt érzékelt panaszokat, gondokat továbbítják. A Kazincbarcikai járás kevésbé elmaradott, illetve 99. ha jól tudom, a járások listáján, míg az Edelényi előkelő első helyen szerepe. Ami nagy probléma az Edelényi járásban, hogy nagyon kevés a munkalehetőség, minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy ezeket az esélyegyenlőtlenségeket mérsékeljük. Én úgy gondolom, egyik legfontosabb területe ennek az oktatás. Nekünk olyan tanulókat kell nevelni, akik az iskolapadból kikerülve sikeresen tudnak szakmát választani, esetleg érettségit adó középiskolában tanulnak tovább, és nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy az értelmiségi réteget, azoknak a számát jelentősen növeljük, és ezeket a fiatalokat visszavárjuk. Széchenyi 2020 készült a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ megbízásából. Elektronikai és vegyipari cégek vezetik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gazdasági társaságok 2014-es adóbevallási adatai szerint elkészült top 100-as listát. A BOKIK, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Észak-Magyarország Napilap közös gondozásában az idén is elkészült Borsod-Abaúj-Zemplén legnagyobb megyei székhelyű cégeit bemutató top 100 összeállítás. A kiadvány szerdai ünnepélyes bemutatóján a Palota szállóban köszöntőt mondott Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke. Török Dezső első szavai az elismerésé voltak. Gratulált a kiadvány készítőinek a színvonalas munkájukhoz. Kitért a terület és településfejlesztési operatív programra is, amely keretében 2014-2020 közt az önkormányzatok és egyházak pályázhatnak. Idén már második alkalommal volt szerencsém megjelenni ezen a díjkiosztógálán. Azt gondolom, egy rendkívül színvonalas rendezvényen vagyunk túl. Az a 100, top 100 vállalat, amely bekerült ebbe a kiadványba, ez egy nagyon színvonalas eredményt értek el. Azt gondolom, egy egészséges gazdaság akkor működik jól, ha a nagy vállalkozásokon túl a kis és közepes méretű vállalkozások létszámban és foglalkoztatásban ott vannak mellettük. A NAV-os tájékoztatóban világosan kiderült, hogy a export tekintetében a kis és közepes vállalkozások nagyon lemaradnak, viszont a foglalkoztatás tekintetében fölveszik a kesztyűt a nagyvállalatokkal. Rendkívül fontos ez a mi szempontunkból, hisz ez egy olyan erő, ami itt tartja a megyében az itt élőket. A jövőben pedig további hangsúlyt kell erre helyeznünk. A megyei önkormányzat miben tudja segíteni ezeket a vállalkozásokat? A megyei önkormányzatnak 2012. január 1-től megváltozott a helye szerepe feladata, település és területfejlesztéssel foglalkozunk. Viszont a területi operatív program keretében a 2014-2020-as uniós ciklusban mintegy 93 milliárd forint pénz lehívására lesz lehetőségünk. Ezt a forrást a lehető legjobban kell hasznosítanunk. Ennek a forrásnak 60%-a gazdaságfejlesztésre kell, hogy fordítódjon, 40%-a mehet maximum infrastruktúra fejlesztésre. Települési önkormányzatok pályázhatnak, illetve egyházak. Értelemszerűen a megnyert forrásokat a települési önkormányzatok a kis és közepes vállalkozásokkal fogják elvégeztetni. Úgyhogy itt a lehetőség. És biztatok is mindenkit, aki kis és közepes vállalkozásnak a vezetője, vegye fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal, hisz a jövőben onnan is várhatók majd megrendelések. Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja először az intézményt mutatta be, majd külön szólt az egyetem és a gazdaság kapcsolatáról. Kersten Bachmann, a Takata ügyvezető igazgatója részletesen bemutatta a tokiói központú céget és Miskolci bázisát.
Dr. Olasz András, a NAV megyei adóigazgatója kiemelte, hogy az elmúlt években folyamatosan és jelentős mértékben nőtt megyénk cégei által befizetett adó. Bihal Tamás, a Bokik elnöke elmondta, hogy a 60 cég mind a három kategóriában bekerült a top 100-ba, jelentős részük tagja a Bokiknak. Pelcné Dr. Gál Ildikó, az Európai Parlament alelnöke előadásában a gazdasági sikerhez vezető utat elemezte. A közös cél az uniós források tényleges gazdaságfejlesztést, új munkahelyeket jelentsenek. Az alkalmat megragadva az Európai Parlament alelnöke gratulált a top 100 szereplőinek. Három szempont alapján történt ma értékelés, nyilván nagyon sok más szempont van, amit figyelembe lehetne venni, de hát azért a nettó árbevétel, a hozzáadott érték maga is, az alkalmazottak, a munkaerő, azok mind olyan ismérvek, mennyiségi és minőségi, ami fontos egy rangsorolásnál, és hát ennek alapján megtörtént egy minősítés, egy sorrendbeállítás, és 100 kiváló, azt is mondhatnám, a legkiválóbb vállalatok voltak itt, akikre méltán büszkék lehetünk, akiknek a vállalkozásának az eredménye hozzájárult ahhoz, hogy most elmondhatjuk, hogy ez a megye, amiben élünk, ez prosperál, fejlődik, és van jövője, és jók a kilátásai. Ezt követően átadták a top 100 gazdasági díjat, amelyet az idén Kovács F. Lászlónak, a Kazincbarcikai Ongropak Kft. Főtulajdonosának adtak át. A rendezvény zárásaként Kis László, az Észak-Magyarország főszerkesztője ismertette a top 100 kiadványt, amelyből ezt követően egy-egy példányt átadtak a benne szereplő cégek képviselőinek. A kiadványból kiderült, hogy hozzáadott érték tekintetében a MOL Petrol Kémia ZRT megyénk legjelentősebb cége, nettó árbevétel esetében a Borsodkem ZRT, a legtöbb embert pedig a Jabil Circuit Magyarország Kft. Foglalkoztat. A tökéletes lángos titka nem a lisztben vagy az élesztőben rejlik, hanem a bánhorvátiak odaadásában. A lényeg, hogy szívvel, lélekkel csináljuk, és mosolycsajunk az összes gyermek arcára. Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk november 28-án Bánhorvátiban a 9. Krumplis Lángos Fesztiválra. Gyertek el, ilyet még nem ettetek! További híreink. Markus Dürst, a svájci hozzájárulási alapprogram menedzsere megtekintette a térségben megvalósult projekteket. Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése címmel Kazincbarcika város önkormányzata három szomszédos helyhatósággal karöltve sikeres pályázatot nyújtott be a svájci hozzájárulási programhoz. A projekt keretében Svájc közel 1,4 milliárd forinttal támogatja a fejlesztési programot. Markus Dürz, a svájci hozzájárulási alap program menedzsere ellátogatott a pályázatot érintett településekre, többek között Kazincbarcikára, Sajókazára és Rudabányára, ahol a projekt lehetőségeiről, gazdasági hatásairól kérdeztük. Ez nagyjából hasonlít az európai kohéziós alapokhoz. Elsősorban abban segít, hogy azokon a hátrányos helyzetű településeken, régiókon segítsen, ahol még nem annyira fejlett sem az ipar, sem a társadalom, sem a kultúra. Milyen gazdasági hatása van ennek a projektnek a térségre? Ennek a projektnek van egy olyan része, amit úgy neveznek, hogy pályázati alap. Ebben kis és középvállalatok, de leginkább kisvállalatok, kezdővállalkozások kaphatnak támogatást, ami önmagában azzal jár, hogy munkahelyek teremtődnek, illetve elkezdenek fejlődni ezek a vállalatok. A másik része az a turizmus területén van, hogy mint például az itt látható projekt is ilyen, amivel szintén turista vonzerő lehet, ami egyébként egy olyan területen valósul meg, ami nem jelent túl nagy gazdasági potenciált. Vagyis ez a projekt, ez egy csomó kisebb projektből áll össze, amelyet az itteni helyi emberek találtak ki, és amely miatt pályáztak a svájci alaphoz, akik azt látják, hogy ebből kijöhet valami jó is. A már megvalósult projektek az elképzeléseik szerint célba értek-e?
Elégedettek vagyunk az eddigi megvalósult projektekkel, bár éppen tehát a többsége még nem valósult meg, de mindenféleképpen azt látjuk, hogy amit terveztek, az a vágányon van, tehát jól halad, és reméljük azt, hogy végül is a hosszú távú előnyei meg lesznek, és egyelőre ezt így is látjuk. Vakter Balázs projektmenedzser tájékoztatójából pedig megtudtuk, hogy a program jó voltából Bánhorvátiban már 2014 tavaszán átadták a Falu Múzeumot és a Damas Ösvényt. Sajó Kazán a Radvánszky kastély belső felújításával kiállító, konferencia és tehetséggondozó központot alakítanak ki. Rudabányán Rudapitekusz Park, a régészeti leletekhez kapcsolódó tematikus útvonal és tájház létesült. Ez egy összetett projekt, amit a svájci hozzájárulási program finanszíroz. Kazincbarcika kistérségében valósul meg, több elemből áll. Az egyik fő eleme a tervezett üzleti szolgáltató és inkubációs park Kazincbarcikán. Ez a volt központi iskola felújításával valósulhat meg 2016-ban. A projektnek van egy része, amely pályázati alapként fut, és vállalkozásoknak nyújt támogatást innovatív célú projektek megvalósítására. És a projektnek van három olyan kis eleme, amely a környékbeli településeken híres attrakcióelemeket, történeteket érint. Így ez az egyik elem, ami épp megvalósult, és megnézzük a projektnek az eredményeit, Rudabányán van. A Rudabitekusz történethez kapcsolódóan elkészül egy oktató, látogató és kutatóközpont egy megüresedett épületben, egy volt óvoda helyén, illetve megmentésre került a településen egy egykori bányászépület, amely tájházzá lett átalakítva, illetve a város legjelentősebb épületeit egy tanösvényre fűzték fel, ami ki van táblázva adott értékekről, híres információkról. A projektnek van egy következő eleme, Sajó Kazán, az a Radvánszky kastély felújításához kapcsolódik. Ott művészeti irodalmi foglalkozásokat lehet tartani a jövőben. Fizikailag elkészült az épület felújítása, még hátra vannak fanyillázárok, felújítási tetőjavítás, illetve még a külső felújítás is egy következő beruházás eredménye lesz. És azt hiszem, a tavalyi évben fejeződött be a Damasatönösvény, és ott is egy tájház felújítása, hogy lényeges, hogy a múlt emlékeinek is adjunk egy méltó elhelyezést, illetve megőrizzük a jövő számára. A projekt része a Color City koncepció kialakítása Balcikán, ehhez kapcsolnak rendezvények, kulturális programok, úgynevezett művészeti, utcai művészeti projektek, tehát itt egy nagyon összetett tevékenységről van szó. Eddig valósult már meg olyan folyamat, amely munkahelyeket teremtett? 9 projekt fejeződött be eddig, van egy 3D-s nyomtató, működtető cég, akik eddig egy főállású alkalmazottal dolgoznak, de még 2 alkalmazott felvételit tervezik a közeljövőben. Épp ma nyílt meg egy kiállítás, vagy holnap nyílik meg pontosabban egy kiállítás a játékos tudományhoz kapcsolódóan biológiai csodák, illetve biológia és a fizika összekapcsolódásából ott 2 új munkahelyet teremtettek, tehát folyamatosan teremtődnek ezek a munkahelyek a térségben. És ez a projektnél is lesznek új alkalmazottak, hisz új tér, új szolgáltatás, ahova kellenek emberek. Majd jövök, nem tudom, mikor. Szeretné gyorsabban intézni ügyeit? Ezt szolgálják a megújuló kormányablakok az ország több mint 200 helyszínén. Útlevelét akár percek alatt igényelheti. A magyar reformok működnek. Gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés. November 20-án tartották jótékonysági bájukat a civilek a Miskolci Vigadó étteremben. Az est bevételét a Velkei László gyermekegészségügyi központjavára ajánlották fel. A mai nap a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház gyermekosztályának szervezünk egy jótékonysági estet, egy jótékonysági bált,
A kórház alapítványa kért föl engem a fővédnökségre, amit természetesen nagy örömmel el is fogadtam. Úgy gondolom, hogy politikusként, a megyei közgyűlés alelnökeként, a Fidesz női tagozatának elnökeként, megyei elnökeként támogatnunk kell ezeket a kezdeményezéseket, hiszen ezek a kezdeményezések a társadalom tagjaiért, jelen esetben, adott esetben magáért, a gyermekekért szólnak. Kik a kezdeményezői, kik a résztvevői ennek a kezdeményezésnek? Ezen kezdeményezésnek a Borsod megyei kórház gyermekosztályának alapítványa a kezdeményezője, illetve egyik önkéntes segítője kezdeményezésére indult el maga az adománygyűjtő akció. Az összegyűlt adományokat milyen célokra, milyen célra fordítanák? A mai este összegyűlt adományokat elsősorban az osztályfejlesztéseire szeretnék fordítani. A ma összegyűlt pénz egy összegben bekerül a GYEK alapítványa számlájára, és a későbbiekben professzor úrék majd eldöntik, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének ezekből a támogatásokból eszközölni. Ez egy civil polgári kezdeményezés volt, ami az elmúlt időszakban eljutott hozzánk. Nevezetesen úgy érezték valószínűsíthetően azok a itt élő polgárok, hogy az ő gyerekeik, akiket mi a gyermekegészségi központban kezelünk, valószínűleg jó helyen vannak, de szeretnék támogatni ezt a tevékenységet, ezt a folyamatot. Mi ezt örömmel fogadtuk, hiszen a Velkei László gyermekegészségi központ az ország egyik legnagyobb gyermekkórháza. Nem csak egy gyermekosztály, hanem a gyermekbetegek gyógyításának, a megelőzésnek, a rehabilitációnak, a habilitáció folyamatának egy komplex ellátóhelye, és természetesen a mai egészségügyben Magyarországon sem, de a világon egyik helyen sincs annyi pénz, ami mindig elegendő. Ezért aztán hát azoknak a kezeléseknek, azoknak a tevékenységeknek a támogatására mindig jól jön a segítség, amelyek a mi betegeink gyógyulását, felépülését szolgálják, és mi ezért nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, és reményeink szerint ez a támogatás a Gyerekegészségi Központ alapítványán keresztül jó helyre érkezik, és megfelelő segítséget nyújt a további fejlesztések vonatkozásában. Már van is egy felajánlás, egy gyógyászati segédeszközt előállító gyártó cég, egy olyan, én is most fogom megismerni, egy olyan szerkezetet, széket bocsát a rendelkezésünkre adomány formájában, ami a mozgássérült, mozgáskorlátozott gyermekeknek a mozgását, mozgatását hivatott gördülékenyen és professzionálisan megoldani. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre fog ez kerülni. Nagy jövök, nem tudom mikor. Szeretné gyorsabban intézni ügyeit? Ezt szolgálják a megújuló kormányablakok az ország több mint 200 helyszínén. Jogosítványát akár percek alatt igényelheti. A magyar reformok működnek. Gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés. Adománygyűjtés böjte Csaba gyermekmentő missziójára. Jótékonysági estet tartottak Forrón a helyi Holdfénypanzióban november 18-án. Az est vendége Böjte Csaba atya volt, aki Vállalni önmagad címmel tartott előadást a nevelőknek és a pedagógusoknak. A rendezvényen részt vett Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke és több település polgármestere is. Pacsai János parókustól megtudtuk, hogy az előadás célja a lelki töltődés, és hogy segítsék azt a gyermekmentő tevékenységet, amit az atya folytat. Számomra mindig megdöbbentő volt, hogy lelki atyaként 5000 gyermekről gondoskodik immár, most közel 3000 gyermek, akikről gondoskodik, és ezeknek a
pedagógusai, a nevelőszülők, akikkel együtt élnek ezek a gyerekek, azoknak a házaknak a rezsie, az étel, mindenről ő gondoskodik, és csodálkoztam mindig, hogy a mennyei atya szeretetén keresztül hogyan tudja az emberi szívekhez elérni, és már rég terveztem, hogy Encsen is megvalósítjuk ezt, hogy belelássunk, megérintsen bennünket is az a fajta adakozó szeretet, amit ő jelképez mindnyájunk számára. Böjte Csaba atyát a jótékonyság est üzenetéről kérdeztük. Hát én úgy gondolom, hogy Isten szeret bennünket, és olyan jó dolog látni az, hogy jó testvérek vagyunk, hogy nem csak, hogy mondjam, anyagiakban, hanem szeretetben, egymásra figyelésben, ugye gyerekeink többször is voltak itten, ezen a vidéken is, táborban, nyáron is volt egy tábor itt a szép kastélyban, és 5-6-on itt lehettek, úgyhogy ezt is szerettem volna megköszönni, és hát mindenkinek személyesen is szeretném elmondani, hogy Isten fizessen. Milyen tapasztalatai vannak ezekről az utakról? Hát ugye mindenki szidja, hogy milyen rossz a magyar nemzet, hogy mennyire önző, kapzsik vagyunk. Én meg azt szoktam mondogatni, hát hogy tudnék én, hát most már közel 5000 gyereket fogadtam be enni, gyereknek enni adni. Ugye van, akik felnőnek, 22 éve fenntartani egy ilyen intézményt, ha mi rosszak lennénk. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok jó ember van. Tehát hogyha 1 millió ember ad egy nap csak 1 forintot, hát az is 1 millió forint, nem? Na, tehát én azt akartam, hogy nagyon sokan, nagyon picivel, és akkor így fenntartható az intézmény, fenntartható a gyerekvédelem, és gondolom, hogy hát így Isten is örömét leli az adakozó emberekben. A tökéletes lángos titka nem a lisztben vagy az élesztőben rejlik, hanem a bánhorvátiak odaadásában. A lényeg, hogy szívvel, lélekkel csináljuk, és mosolycsajunk az összes gyermek arcára. Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk november 28-án Bánhorvátiban a 9. Krumplis Lángos Fesztiválra. Gyertek el, ilyet még nem ettetek! Óriási sikere volt a Mézes reggelinek a Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolában. 2015. november 20-án Mézes reggelit tartottak a Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolában. A rendezvény hazai elindítását a szlovén Mézes reggeli kezdeményezés 8 éves gyakorlata adta, amit mára európai Mézes reggeli néven több uniós tagország is átvett, az alapötlet hasznosságára tekintettel. A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran más gyerekkorban kialakulnak. A megyében 21 iskola vett részt ebben a programban, köztük a Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskola is. Elindult a Mézes reggeli program a mai nap folyamán, már tavaly is nagy sikerrel véghez vittük ezt a programot, ami azt jelenti, hogy a gyerekek a szomszédos Tardonán lévő Balla bioméhészettől mézet kapnak, és vajas mézes kenyeret ehetnek 10 óraira. Hány diákot, hány gyereket érint ez? Körülbelül 524 diákunk eszik most ilyen finom mézes kenyeret. Miért tartja fontosnak ezt a programot? Több okból is fontosnak tartom. Az egyik az, hogy felhívjuk a figyelmet a mézfogyasztás fontosságára, az egészséges táplálkozásra. Fontos az, hogy reggel egyenek a gyerekek, hiszen annyira sietnek iskolába, a szülők is rohannak, hogy a reggeli étkezést sokszor kihagyják, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. És hát nagyon fontos az, hogy tudják azt, hogy a méhek termelik a mézet, és miért fontos a méz, mennyi betegséget előzhetünk meg vele, és mennyire fontos, hogy az egészséges táplálkozás része legyen. Tapasztalatai szerint hogyan viszonyulnak a gyerekek ehhez? Hát mindenki, mint szerint, amit mögöttem is látszik, hogy nagyon szeretik a mézes kenyeret, és tavaly már sikeresen lezárult ez a program, és utána az osztályfőnökök visszajelzései alapján megtudtuk, hogy azóta több gyerek fogyaszt mézet, nagyobb nőtt a mézfogyasztás, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kicsi korban hozzászoktassuk a gyerekeket a mézfogyasztáshoz. 7 éves vagyok, és Tardonán lakok. Szoktatok-e otthon mézet enni? Igen, naponta szoktunk.
egy kanállal. Miért? Azért, mert attól egészségesebb leszek. Szereted a mézet? Igen. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére már második alkalommal került megrendezésre, idén is a Ballabio méhészet támogatásával. Immáron második alkalommal lehetünk itt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére. Gyakorlatilag arról van szó, az Országos Vezetőség úgy gondolta, hogy ismertessük meg a gyerekekkel a jó minőségű élelmet, mézet hoztunk, és a Kazincbarcika és környéke Méhész Egyesület ezt a helyiséget választotta itt a Pollák iskolán. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az iskolával, itt tartjuk a rendezvényeink egy részét, és úgy gondoltuk, hogy kötelességünk a mai napon csatlakozni ehhez az országos akcióhoz, a mézes reggelihez. Miért tartják fontosnak, hogy a gyerekek megismerkedjenek a mézzel már ilyen fiatal korban? Talán onnan kezdeném, hogy nagyon sok gyerek nem is kóstolt még mézet. Tehát eleve ez neki egy különleges élmény. Egyrészt azért, mert a szülei is szerintik, ezért nem vásárolnak, másrészt azért, mert a méz nem túl olcsó termék. Ez egy lehetőség arra, hogy megízlelje az, aki még nem evett, aki meg szereti, bízunk benne, hogy jó étvágyal fogja fogyasztani. A méz egy nagyon jó élelem, tiszta élelem, és a termelőtől vásárolják, akkor úgy gondolom, hogy nagyon komoly értéket képvisel, és gyerekkorban fontos az egészségre tudatos nevelés. Egy része ez, hogy mézet fogyasszon lehetőleg cukor vagy más típusú édesség helyett. Milyen pozitív hatásai vannak a méznek? Hát elsősorban élet van benne. Tehát nagyon sok ásványi anyag, vitamin és tiszta élelemnek tartom, hiszen a méheknek van egy nagyon jó minőség ellenőrző képességük, és nagyon jó élelmet tudnak ebből előállítani. Talán ez az egyik legfontosabb. Milyen tapasztalatai vannak a tavalyi évvel kiindulva? Nagy sikere volt tavaly is a mézes reggelinek. Egyrészt fontos nekünk ugye a média segítsége is, hogy minél többen megértsék és elfogadják azt, hogy ez egy jó élelem, és inkább ezt fogyasszák más édesítőszerek helyett. A másik az, hogy a gyerekek örömmel fogadták. És ez a legfontosabb, hogy egy különlegesebb reggelit szereztünk, mint amit egyébként kapnának. Szoktatok-e otthon mézet enni, fogyasztani? Igen, szoktunk. Milyen rendszerességgel? Szereted-e a mézet? Igen, szeretem. Hát attól függ, több mindenhez is szoktuk. Szoktunk mézes kenyeret enni, vagy ha palacsintát csinálunk, akkor az is szoktunk mézet enni. Szerinted milyen jótékony hatása van a méznek? Azért, mert egészséges, és biztosan jobb, mint a cukor, mert kevesebb a káros anyag benne. Nem csak Kazincbarcikán, hanem az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában is nagy sikert aratott a mézes reggeli. Mézes reggelit tartottak az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában pénteken. A mézes reggeli elnevezésű program célja a mézfogyasztás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése az általános iskolások körében. Napjainkban egyre több problémát okoz a finomított cukrok túlzott fogyasztásából adódó elhízás és cukorbetegség, ezért fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való nevelést minél korábban megkezdjük és ráirányítjuk a figyelmet a mézfogyasztás számos előnyére. A természetes méz 11 féle vitamint, 30 féle ásványi anyagot és 19 féle aminósavat tartalmaz, továbbá növeli a szervezet ellenálló képességét, nyugtató hatású, fokozza a belső szervek működését, erősíti a szívet és még számtalan pozitív hatása ismert. A méz főleg gyümölcs és szőlőcukorból áll, ezért kiválóan alkalmas a gyors energiapótlásra. Az Edelényi Iskola mézes reggeli szervezőjét, Kálai Balást, a rendezvény fontosságáról és a jövőbeli tervekről kérdeztük. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére az iskolánk úgynevezett mézes reggelit kezdeményezett, és emiatt ugye a gyerekek, több mint 650 gyerek mézes kenyeret kap, és egy kicsikét szeretnénk protezsálni ugye a méznek, a magyar méznek a mi voltát. Mi a jelentősége? Mit szerettek volna elérni ezzel az akcióval?
Többek között inkább az egészséges táplálkozásra, a méznek az élettani hatásaira szeretnénk a gyerekeknek felhívni a figyelmét, és ezáltal is egy kicsikét színesebbé tenni az ő napjaikat, megédesíteni. Kik vesznek részt az akcióba? Kollégáim, akik is közül egy páran méhészkednek, és az ő felajánlásukkal jutottunk a mézhez. Jövőben lesz a folytatása? Igen, mindenféleképpen szeretnénk, hiszen nagy eseménynek vagyunk szemtanúi, és a gyerekek is, mint láthatjuk, eléggé aktívan részt vesznek benne, ezért mindenféleképpen szeretnénk a jövőben is ezt a kezdeményezésünket megtartani, és továbbra is folytatni a munkánkat. A megyében 21 iskola vett részt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület programjában. A résztvevő gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a kezdeményezést. Szereted a mézet? Nagyon imádom. Nagyon szeretem mézes kenyérre meg enni. Igen. Én nagyon szeretem. És milyen formában? Hát mézes kenyérre csak. Ettél már ma reggel? Hát igen. Kettőt is. Otthon szoktál enni? Igen. Szerinted mi a jelentősége a mézfogyasztásnak? Hát, egészséges. Ezek voltak körzetünk hírei. Adásainkat visszanézhetik internetes hírportálunkon, a www.sajomente.hu oldalon, ahová további hírekért, információkért és videókért látogassanak el. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!